Tisztelt lelkész úr, régóta gondolkodom arról, hogy a Dániel könyvében szereplő álomban a vas és a cserép lászárak vonatkozhatnak-e az iszlám és a kereszténység keveredésére. Megköszönném, ha lelkész úr adásban válaszolna erre István Nyiregyházáról. A kereszténység, legalábbis a tényleges kereszténység, egészen biztos vagyok benne, hogy az iszlámmal nem fog soha keveredni. De keresztény színezeti kultúráról ezt már szintén nem merem mondani, hogy nem fog keveredni, mert ráadásul ezt a keveredés, szinkretizmust látjuk is, tehát igen, ez elképzelhető, de szeretném hangsúlyozni, hogy csak a kulturális kereszténységre tudom ezt mondani, de a spirituális, tényleges kereszténység az nem, nem fog keveredni, mert a tényleges kereszténység az Isten ismereten áll. És az Isten ismeret az a, a szabad ezt mondani, determinálja az ember az élő Istenhez való viszonyulásban. És olyan világosságot kap az ember az Istentől a szellemébe, hogy én nem tartom lehetségesnek azt, hogy aki ezzel rendelkezik, hogy tudja keverni ezt a két, a lényegében egymással szemben álló vallási rendszert. De a kulturális kereszténység az különösen, ott, ahol a tolerancia jobban van hangsúlyozva, mint a hit, és a tolerancia az igazából egy közömbösséget jelent, tehát a különböző igazságokkal kapcsolatos tudatlanságot, illetve közömbösséget közvetíti. Ott tehát el tudom képzelni, hogy keveredés jön létre, de ebből a, ebben a, ebből a keveredésből. Arról is meg vagyok róla győződve, hogy a keresztény kultúra csak vesztesen tud kijönni, ha egyáltalán ki tud jönni belőle. De szerintem nem.